viszi a hegyem gála egyik sztárja. Nagyon-nagyon örültek neked a gyerekek. Neked mi a véleményed erről az egész mozgalomról? Köszönjük, hogy felléptél, és te mit tudsz ebben segíteni? A gyerekeknek mit tudsz adni? Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy vannak ilyen rendezvények, illetve van ez a rendezvény, és ugye itt engem ide szeretek jótékonykodni, ilyen rendezvényeken részt venni, és a gyerekek nagyon szeretik, amit csinálok, aminek természetesen nagyon örülök. Az nagyon fontosnak tartom, főleg a mai világban, hogy mindenki ugye a számítógép előtt ül, általában játszanak a gyerekek. Nem tagadom meg magam, mert én is szeretek konzolozni, szóval olyan játszani, de fontos a mozgás, hogy sportoljunk, focizzunk, úszunk, vagy bármi ilyesmi. Én is régebben úsztam, és nagyon jó dolog tartom, hogyha valaki sportol valamit, hiszen az csak magának tesz jót, abban rosszat biztos magát nem csinál, és jó, ezért is jó ez a rendezvény, hogy felhívja erre a figyelmet. Az egyik számod refénye úgy szólt, hogy gyerünk, gyerünk, gyerekek. Most igen nagy motivációt kaptak tőled. Véleményed szerint miért többet? Az anyagi segítség, vagy a lehetőségek megadása ezeknek a hátrányos helyzetű gyerekeknek? Én azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon fontos, de azzal, hogyha a mozgásra rábírjuk őket, és adunk nekik lehetőséget, hogy amihez eddig nem jutottak hozzá a sportterén, vagy bármi más terén, most hozzájuthatnak, ez nagyon fontos számukra is, és bár én mondjuk nem vagyok egy sportoló, tehát élsportoló, mint mondjuk a madár, aki szinte mellett hívva erre a rendezvényre, én inkább a szövegeimmel tehát magával a személyiségemmel, hiszen a mozgássérültségemből adódik az, hogy én egy ilyen vagyok, amilyen vagyok, de én nem vagyok egy olyan ember, aki feladja, és soha nem is adtam fel, és nem is fogom. És talán ez a legtöbbet segíteni a gyerekeknek ebben, hogy példaképként, ugyan példaképpen álltuk előttük, meg hát természetesen a freestyle-nak, aminek nagyon örülnek, és ez engem nagyon boldog át. MC DC, köszönjük, hogy feljöttél. Köszönöm szépen.